Alig egy hónap telt el, és már is visszatértek városunkba az X-faktorosok. Az áprilisi teltházas koncert után tegnap este bár valamivel kevesebben, de ismét sokan voltak kíváncsiak a tehetségkutató üdvöskéire. Igaz, a csapat összetétele kissé változott az egy hónappal ezelőttihez képest, ezúttal Vastag Tomi, Király El Norbert és egy másik tehetségkutató sósztárja, Tabáni István is eljött, hogy elbűvölje a székelyudvarhelyi közönséget. Az X-faktorosok elmondása szerint az udvarhelyi egyik leglelkesebb közönség, s hogy ez így maradjon, ezt akár kívánságba is foglalhatták a sztárok. Pontosabban egy alig néhány napja elindult kezdeményezés nyomán, ma saját névvel ellátott szerencsepatkót szegezhettek fel a Mártonáron téren. Az énekesek, bár nem mindenki élt a lehetőséggel, megtisztelőnek tartották azt, hogy itt jártukról nyomot hagyhatnak. Én ráadásul nagy lovas vagyok, úgyhogy a patkó az már rögtön a lóhoz köt engem, és akkor az rögtön érdekel és megtisztelő. Egy ilyen furcsa egyveleg vagyok, mert én hiszek, sok mindenben hiszek, de többek között egy kicsit babonás is vagyok, mert amúgy eléggé ügyetlen is vagyok, úgyhogy nekem szükségem is van a szerencsére. Igazából én ennek nagyon örök, meg ez számukra is egy megtiszteltetés, úgyhogy megtisztelve érzem magam, hogy ezt tehetjük, és hogy erre ennyire méltatnak minket, hogy egy patkóval kifejezhetjük azt, hogy mi itt voltunk, itt jártunk. Mint ahogy azt már korábbi híradásunkban említettük, a szerencsepatkós ötlet tulajdonképpen egyfajta turista csalogató, turista attrakció gyanánt született. Slám alig néhány nap telt el azóta, hogy elhelyezték a patkók otthonául szolgáló faszerkezetet, már is nem kisebb sztárok, mint maguk az X-faktorosok is felszegezték patkóikat. Az ötletgazda Fazakas Szabolcs azt reméli, hogy hozzájuk hasonlóan a jövőben minden városunkban járó sztár, turista vagy átutazó nyomot hagy majd ilyen formában maga után. Itt vagyunk a világ legnagyobb patkójába, és tényleg meghívtuk az X-faktorosokat, hogy üssenek el egy patkószöget, szögezzék fel a nevükre dedikált patkót a patkóoszlopra, és legyen szerencséjük a továbbiakban. Az X-faktorosok ma Sepsiszentgyörgyön lépnek színpadra, majd Marosvásárhely, Gyergyószentmiklós következik. Az idei koncertsorozat utolsó állomása Zilah lesz.